sajtótájékoztató. A 12. Országos Csokoládé Fesztivál programjait ismertették a városvezetők és a főszervezők. Diákmunkával töltik a nyarat. Szerencsváros önkormányzata összesen 60 diáknak biztosít munkalehetőséget a város intézményeiben. Zempléni Fesztivál. Szerencs több szórakoztató és zenei programnak biztosított helyszínt a rendezvényhez kapcsolódva. Köszöntöm nézőinket! Önök a Szerencsi Városi Televízió híradóját látják. Augusztus 14-én tartottak sajtótájékoztatót a 12. Országos Csokoládé Fesztivállal kapcsolatban a turisztikai központban. Az eseményen Koncz Ferenc országgyűlési képviselő, a fesztivál ötletgazdája, valamint Nyíri Tibor polgármester, Csíder Andor főszervező és Takács István, a Bonbon Kft. Tulajdonosa ismertette a programokat. Elhangzott, hogy idén is változatos zenei palettával készültek a szervezők a látogatóknak, így mindenki megtalálja az ízlésének megfelelő koncertet. Szó esett arról is, hogy szakmai programok is kísérik majd a rendezvényt, ahol a Bonbon Kft. Újdonságaiból kapnak kóstolót a szakemberek, valamint dr. Popovics László, a Nyíregyházi Egyetem Innovációs Központjának a vezetője tart majd előadást a csokoládé élettani hatásairól. Újdonság lesz idén, hogy Eker Róbert szobrászművész ezúttal 4 új csokoládé szoborral készült a jeles alkalomra, amiket a Kulcsáranyita sportcsarnokban tekinthetnek meg az érdeklődők a fesztivál ideje alatt. Takács István elmondta, hogy az előző évektől eltérően a Bonbon Kft. Gyárúton található mintaboltja nyitva tart majd a rendezvény során, így a látogatók vásárolhatnak a szerencsi édességekből. A részletes programokat, illetve információkat megtalálják a Csokoládé Fesztivál Facebook oldalán, illetve a csokoládéfesztivál.com weboldalon. A korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítésére a nyári diákmunkaprogram 2019. évben ismét meghirdetésre került. Szerencsváros önkormányzata 60 fő diák munkavállaló részére biztosít munkalehetőséget az önkormányzatnál és intézményeinél. Zöldségeket válogatnak a diákok a Városgazda munkatársaival. Szerencsváros önkormányzata idén is csatlakozott a nyári diákmunkaprogramhoz, aminek keretében 60 diáknak biztosítottak jövedelemszerzési lehetőséget júliusban, illetve augusztusban a város intézményeinél. A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft.-nél közel 20 diák szerzett munkatapasztalatot, nagy segítséget nyújtva az állandó dolgozóknak. Részt vettek a virágok kiültetésében városszerte, gyomláltak és zöldségeket is válogattak a tanulók. A Szerencsi Idősek Otthonában főleg külső munkálatokat végeztek a fiatalok. Kertgondozással foglalkozunk, amit nagyon szeretek, mert szeretek kint lenni a természetben, és szeretem ugye a növényeket, virágokat, tapasztalatszerzést is ad egyben, meg persze a diáktársaim is nagyon kedvesek, jófejek, el lehet velük lenni, szórakozni, meg komolyan is el lehet velük beszélgetni. Nekünk fő feladatunk a tereprendezés, külső tereprendezés. A nyári fizetésemet a jogosítványba szeretném belefektetni. Itt a nyári munka alatt nagyon jó a közösség, jól el vagyunk, senkivel sincs bajunk, mindenki a legjobb fel a világon. Az intézmény évről évre kihasználja a diák munka nyújtotta lehetőségeket. A Szerencs Idősek Otthona minden éven él azzal a lehetőséggel, hogy igényeljen nyári diákmunkásokat. Az intézményben július hónapban több mint 20-an dolgoztak, illetve itt augusztus hónapban is közel 20 diák vesz részt a munkálatokban. Főként a felújításon van ilyenkor a hangsúly, mivel sokan vagyunk, ezért ahogy látjuk is a külső tárgyi eszközöket újítjuk föl. Most ilyen pillanatban a dohányzóra kerül föl majd a tető. Ebben segítettek a diákok a csiszolásba, a festésbe. Minden évben az eszeivel közös parkolót a diák munkások segítségével takarítjuk ki, a cserjéket, a bozótokat, ilyenkor tökéletesen össze tudjuk szedni, és ezáltal sokkal több gépjármű fér el. Ez mind jó az Idősek Otthonának is, illetve az egészségközpontnak is.
A Szerencsi óvoda és bölcsőde épületeiben is jó szolgálatot tettek a diákok. Itt a sótéglapakolásban, illetve külső tereprendezésbe segítettek be. A Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár is minden évben fogadja a fiatal munkaerőt a nyári csúcsidőszakban. Azért szeretek itt dolgozni, mert nagyon jó a közösség, ugye, akikkel dolgozom. Igazából a munka is jó, nagyon nem hajtanak, mert ugye, hogy gyákmunkás vagyok, azt is figyelembe veszik. Hát azt, hogy mit kell csinálni, igazából attól függ, hogy mit van, amikor a hotelbe kell segíteni, valamikor konyhai kisegítőnek, ugye beállok, valamikor csak simán itt kell dolgozni, és azért csinálom, meg azért vagyok itt gyákmunkám, mert szeretnék egy kicsit önállósodni. A Csoki Fesztivál előkészületeiben is nagy segítséget nyújtanak az ifjú dolgozók. Az idén is lehetőség volt diákmunkások foglalkoztatására. Több mint 15 diák vett részt ebbe két turnusba, az itteni munkálatokba. Nagy segítséget nyújtottak a vendégek fogadásába, takarításba, és hát természetesen a fesztiválnak az előkészítésébe is, hiszen a fesztivál terület berendezése nagyon komoly humán erőforrást igényel. Szerencs jövőre is szeretne csatlakozni a nyári diákmunkaprogramhoz, hogy minél több tanuló jusson pénzszerzési lehetőséghez és munkatapasztalathoz. A Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár munkatársai ebben az évben is szerveztek Erzsébet tábort a szerencsi diákoknak. Idén három turnusban összesen 120 tanuló vehetett részt térítésmentesen a szórakoztató programokat nyújtó napközis táborban. A tűzoltó felszereléssel ismerkednek a gyerekek a szerencsi tűzoltóságon, amit láthatóan nagyon élveznek. A Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár idén is pályázott az Erzsébet tábor adta lehetőségekre, aminek során 120 szerencsi és környékbeli diáknak kínáltak változatos programokat három turnusban. Alsó és felső tagozatos diákok egyaránt részt vehettek a napközis táborban, hiszen minden korosztálynak szerveztek szabadidős tevékenységet. A tűzoltó, illetve a rendőrségi bemutatók voltak a legnépszerűbbek. Nagyon tetszik nekem ez a tábor, már voltam itt tavaly is, és eddig a legjobb a kutyás bemutató volt. És mit vársz még? Melyik programot várod a legjobban? Még az úszást várom. Idén másodjár vagyok ebben az Erzsébet táborban. Nagyon tetszett eddig, nagyon várom a állatkertet, a legjobban a kutyás bemutató tetszett. Sportfoglalkozások, kézműveskedés és kirándulás is színesítette a tábort, ami a résztvevőknek jelképes 100 forintba került. A gyerekeknek napi 4 étkezést biztosítunk, egy turnusra kapunk 720 ezer forint támogatást, ebből kell mindent fedeznünk, heti, egyszeri kirándulást, ami 40 kilométernél távolabbra kell, hogy szóljon. Ezen a héten csütörtökön megyünk a nyíregyházi állatkertbe, ott töltjük az egész napot, ott is étkezünk, hogy csak délután jövünk vissza Szerencsre. A három turnus során minden gyermek jól érezhette magát, és hasznosan tölthette el a nyári szünidő egy részét az Erzsébet tábornak köszönhetően. Idén 28. alkalommal rendezik meg Zemplén és Tokaj hegyalja legnagyobb művészeti fesztiválját, a Zempléni Fesztivált. Szerencs ezúttal is több kulturális és szórakoztató programnak ad otthont a rendezvényhez kapcsolódva. Augusztus 11-én a legfiatalabb korosztály örömére a Bonbon Matiné formáció mesekoncertje és hangszerbemutatója nyújtott önfeledt szórakozást a Rákóczi vár belső udvarán. Ezt követően a művészetek iránt érdeklődőknek kedveztek a szervezők, hiszen a Zempléni Múzeumban Boris Szabolcsó József festőművész és Tasnádi Szandra szobrászművész alkotásaiból nyílt kiállítás. A napot a Pázmándi Gergely Trió jazzkoncertje zárta a Várudvarban. Augusztus 13-án a Rákóczi Vár Színház termében a Swingers és a Studio 11 kombó előadása szórakoztatta a közönséget, akik előadásukat tánccal és zenei humorral fűszerezték, így teremtve valódi revű hangulatot. A művészetek kedvelőinek kedvezett a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár az elmúlt héten, ugyanis több kiállítás is nyílt a napokban. A turisztikai központban Puhárd Zoltán fotóiból nyílt tárlat augusztus 7-én, amely a Messzeség színei címet viseli, és az alkotó utazásai során tapasztalt természeti jelenségeket ábrázolják.
Augusztus 9-től Győri Zsuzsanna munkái tekinthetők meg a Rákóczi vár árkád termében, amit elsősorban a Zempléni táj szépsége ihletett. Mindkét kiállítás augusztus végéig érhető el az érdeklődők számára. Ez volt a Híradó augusztus 16-án. Adásainkat visszanézhetik a szerencsihírek.hu weboldalon. Friss híreinket megtalálják a Facebook oldalunkon, és iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra is. A Híradót készítő kollégák nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!